Máshol lét címmel nyílt meg Mészáros Judit grafikus művész válogatott kiállítása a Túrivárban. A különleges elektrografikai alkotásokat felvonultató színvonalas tárlatot Sárváriné Ríder Zsuzsanna kulturális menedzser méltatta. A kiállítás október 1-ig tekinthető meg a Túrivár márványtermében. Letisztult, tökéletesen megkomponált, álomszerű, titokzatos kollástípusú műalkotások, a máshol lét üzenete. Így lehetne röviden jellemezni Mészáros Judit grafikus művész legújabb tárlatát, melyet mostantól a Túrivárban is megcsodálhatnak a művészet kedvelők. Az alkotói munkája során elektrografikai eszközöket alkalmazó művésznek nem csak technikai tudása és zseniális kompozíciós készségének fajsúlyossága emelkedik ki munkáin keresztül, hanem a lelki állapotok, az ezekhez kapcsolódó gondolatok, az érzelmek sokszor egymásnak feszülő kozmikus ereje is. Ezekkel a szavakkal méltatta Mészáros Judit alkotásait Sárváriné Ríder Zsuzsanna. A művelődési menedzser kiemelte, a művész képeiben a perspektíva, a természet pulzáló, elszabadult ereje egyaránt megjelenik. Nem csak láttat a művek kifejező erejével, hanem nagy hangsúlyt ad azok címének megválasztásával is. Sorolhatnám végeláthatatlanul Judit műveit, a pompásorozatot, a dadamajárés, a nézőtér esemény utáni emberek nélküli feszültségekkel teli terének eszenciáját, az érzékenyen megjelenő lírát az Új nap kezdődik című művében, de ha ránézünk a Királykertje, a Jégkorszak vége, az Asszály, a Találkozás című alkotásaira is, akkor is azt láthatjuk, hogy milyen mesterien használja és zseniálisan kihasználja az elektrográfia által nyújtott eszközök tárházát. Mészáros Judit mozgató ereje, amit már gyermekkora óta érez, az egy másik világ utáni kíváncsiság. Ezt próbálja láthatóvá tenni és képpé formálni az elektrografika eszköztárának segítségével. Ám mint mondja, ez nem a valóság előli menekülést jelenti számára, hiszen feleségként, édesanyaként és pedagógusként a mindennapi élet számos területén kell helytállnia. Képei különféle érzelmek, bizonyos élethelyzetekben megélt állapotok, gondolatok kifejezése. Számára az alkotási folyamat a saját világába való belemerülés, melyhez a digitális technológia adta meg az eszközt, amivel mindenre képes, vallja Mészáros Judit. Olyan gazdag az eszköztára ennek az elektrográfiának, hogy nekem ez jött be. Tehát, ebből tudom mindazt kifejezni, ami bennem van. Feszültséget, boldogságot, azokat a kérdéseket, gondolatokat, amik engem foglalkoztatnak, ami lehet ugye csak egy pillanatnak a megörökítése, vagy dolgok elhárítása, vagy éppen kifejezése. Nem tudom, valahogy ebben találtam meg azt, hogy a legjobban tudjam kifejezni önmagam. Tehát ez egy önmegvalósítás, ami nekem még stresszoldást is jelent, és az, hogy egy kicsikét elvonuljak a világból pár órára, vagy akár előfordul egy napokra, de mondjuk azt nagyon nehéz megtenni, mert ugye ott van a család, ott van a munkám, ott van még minden egyéb más, de az kell. Mit tudom én, valakinek mondjuk a természetben való járás, ugye az, ami ahhoz kell, hogy föltöltődjön, megújuljon, és hogy letisztuljon, és hogy újabb ember legyen, nekem meg ez kell. Mészáros Judit 1995-től 2001-ig dolgozott pedagógusként Várpalotán, majd férjével Olaszországba költözött, azóta is ott élnek családjával. Mint mondja, minden hazalátogatás megható számára. Azt mondják, hogy ugye az ember helyhez is kötődik, de még azért én még emberekhez is kötődök, ugye családok, a családtagok, a barátok. De azt hiszem, hogy a helyhez is, még akkor is, hogyha
hogyha a város folyamatos változáson van keresztül, de azért még mindig vannak olyan helyek, olyan zúgók, ahol azt mondom, hogy jaj, de jó ide visszalátogatni, és elkapnak azok a régi érzések, amik bennem voltak, és azok újra elkapnak, és újra elvarázsolnak, és ez nekem nagyon jó érzés. És még ennyi év után még mindig vannak ilyen pillanatok, és olyan helyek, ahol én ezt megérzem, és átélem. Mészáros Judit alkotásait a művészetkedvelők Várpalota mellett megcsodálhatták már Balatonalmádiban, Veszprémben, Szekszárdon és Budapesten is. A várpalotai kiállításának megnyitóját Kárász András Péter cselló művész játéka tette még ünnepélyesebbé.